Reggeli Monitor. Még a korábban vártnál is rosszabb lett a GDP arányos hiányadat, legalábbis a most megjelent előzetes adat alapján 6,7% volt a 2023-as hiány. Ez a vége, vagy még itt a későbbiekben jöhet ennél rosszabb adat is? Még később is módosíthatják a végleges hiányszámot, hiszen szeptemberben is van egy revíziója, de azért általában már nagy mértékben nem szokott megváltozni ez a költségvetési adat. Azt látjuk például, hogy azért 2022-re vonatkozóan az államadósságnak a szintjét, azt 73,9-ről 74,1%-ra módosították, tehát látszik, hogy azért még vannak utórevidiálások, de azért ezek már inkább 1-2 tizedet ölelnek fel. Egyébként ezek az eltérések miből adódnak? Ezek a befolyó adatokból, például abból is, hogy a GDP statisztikát is folyamatosan módosítják, annak függvényében, ahogy bejönnek a legfrissebb információk, és már elég az, hogy a GDP nominális értéke változik, akkor természetesen a költségvetési hiánynak is a GDP arányos száma az változni fog. Itt elsősorban a GDP növekedés mértéke lett rosszabb, és ez növelte a százalékot, vagy pedig kevesebb adó folyt be? Hát, hogyha a 2023-as évről beszélünk, akkor ott egyértelműen a költségvetésben keresendők a problémák. Természetesen az se segített, hogy végig recesszióba került a gazdaság, ráadásul a belső fogyasztás az egész évben szenvedett, és ezen keresztül viszont már nagyon komoly kihatása volt az adóbeszedésre is. Ugye az ÁFA soron ott összességében 5,4%-os növekedés volt, miközben beszélünk egy 17,6%-os inflációról. Tehát, hogyha csak azt néznénk, hogy az árak 17,6%-kal emelkedtek, és az ehhez kapcsolódó áfát is így akkor változatlan fogyasztás mellett befizették volna, akkor egy sokkal nagyobb áfa bevételnek kellett volna szerepelnie, de sajnos volumenében kevesebbet fogyasztottunk, innentől kezdve az áfa soron sokkal kevesebb bevétele keletkezett a kormánynak. Csak gondolom, hogy egyéb adóból sem lett csúcsbevétel, hiszen ott, ahol nem volt elég forgalom, ott nem nagyon volt nyereség sem. Bár a különadók azért befolyhattak. Persze, különadók azok egyértelműen voltak. Például a jövedelem adóbevételek során ott 22,7%-os növekedés volt. Ezekben azért egyértelműen a különadók is abszolút szerepet tudtak játszani. Ami még viszonylag lekövette az inflációt, az a társadalombiztosítási hozzájárulások, a 14,8%-os növekedés volt. De itt ezt leginkább az határozza meg, hogy milyen a munkaerőpiac, és mekkora a munkabér növekedés, mekkora volumenben állnak rendelkezésre az emberek, voltak elbocsájtások vagy nem. És itt az látszott, hogy viszonylag stabil volt a munkaerőpiac, volt egy 15% körüli bérnövekedés, és ez az, ami látszódott a társadalombiztosítási hozzájárulások befizetésben is. Az államadósság az valamelyest csökkent, de hát nem túl jelentős mértékben, viszont ez nem biztos, hogy tartható lesz, tehát hogy lehet, hogy az idén már tovább fog nőni. A Központi Statisztikai Hivatal által leadott államadósság szint az 73,5% volt 2023-ban. Ez egy nagyon pici csökkenés jelent, hiszen 74,1%-ról zsugorodott le 73,5%-ra GDP arányosan. Ez még mindig nagyon magas adat, és ugye nagyon pici a csökkenésnek a tempója, és 2024-re abszolút benne van a pakliban sajnos, hogy akár nőhet is az államadósság, 74% fölé kúszhat ismét, és ehhez elég annyi, hogy például ne jöjjenek be a kormányzatnak azok a számításai, miszerint 8%-kal fog nőni idén nominálisan a GDP. Így ez abból tevődik össze, hogy nagyjából egy 5% körüli inflációval, illetve egy 3% körüli reálgazdaság növekedéssel kalkulál a költségvetés. Én azt gondolom, hogy ebbe abszolút inkább lefelé vannak kockázatok, hiszen lehet, hogy a növekedésünk az inkább csak 2-2,5% között lesz, miközben most úgy tűnik, hogy az infláció az 4-4,5% közötti értéket vehet föl, úgyhogy ha csak ezt nézzük, akkor is én azt gondolom, hogy inkább egy 74,2%-os államadósság az, ami várható 2024 végére. Ugye itt gondolom a nyugdíjak és az úgynevezett rezsivédelem az, ami jelentős terheget ró a költségvetésre.
Ha 2023-at nézzük még, akkor ugye a bevételek elmaradása mellett azért az nagyon jól látszik, hogy a kiadásoknál, például a kamat kiadások azok 88,8%-kal nőttek egy év alatt, ez 1660 milliárd forintot tesz ki. Emellett szintén ugye a nyugdíjaknál, illetve különböző társadalmi juttatások esetén volt egy 18,4%-os bővülés, itt lekövetik az inflációt. És ugye itt jelentkezik az a probléma, hogyha van egy magas inflációs környezet, van egy csomó olyan tételünk a költségvetésben, amiért az infláció befolyásolja, és amiatt magasabb szinten érvényesülnek, miközben az infláció meg visszafogja a belső fogyasztást, és ezen keresztül a legnagyobb adóbevételi sorunkat, az ÁFA bevételünket ez negatívan érinti. Ezt nagyon nehéz kezelni, és nem is sikerült a költségvetésben ezt a helyzetet kezelni, és ezért is lett ilyen nagy a hiány. 2024-ben, ami sajnos megmaradt, sőt, valószínűleg még egy picit nő is, ez a kamatkiadásoknak a tétele, miközben azért a nyugdíjkiadások azok már egyértelműen csökkenni fognak a növekedés dinamikáját, illetően 2023-hoz képest. Ez nem azt jelenti, hogy kevesebbet költünk rá, hát ugyanúgy növelni fogjuk inflációval, csak már egy alacsonyabb inflációs tétellel. Viszont itt az is egy kockázat, hogy a költségvetésben egy magasabb inflációval terveztek, ugye azt ki fogják fizetni, és hogyha ehhez képest alacsonyabban tervezik az inflációs mutató, akkor ez a nyugdíjasoknak alapvetően jó hír, már egy reál nyugdíj emelés történt, de költségvetési szempontból ezt is valahonnan finanszírozni kell. Reggeli monitor.